A magyarnak is, épp úgy, mint minden más értékes nemzetnek, mely ragaszkodik a saját hagyományaihoz, megvannak a maga sajátosságai, amelyek nélkül nem volna az, ami. És éppen ezek a sajátosságok biztosították neki a legjobban, és fogják biztosítani a jövőben is a méltó helyet. Ahogy mi nem akarjuk a mi sajátosságainkat ráerőszakolni másokra, úgy mások se akarják az ő sajátosságaikat reánk erőltetni. A mi célunk és törekvésünk nem lehet egyéb, mint hogy biztosítsuk a szellemi, erkölcsi, anyagi létfeltételeit, megmaradjunk mindnyájan tántoríthatatlan keresztény magyaroknak, akik, ha egybefordunk a rossz időkben, sok szenvedés, fájdalom és szomorúság által egymással, együtt akarjuk megélni azokat a jobb időket is, amelyekre mindannyiunknak Isten adta jogunk van. Bő 100 évvel ezelőtt egy nagyon csúnya, átgondolatlan és fájdalmas döntés született, megbomlott Közép-Európa egyensúlya, nemzetek fordultak egymással szemben, és ami számunkra, magyarokra a legjobban hatott, és a legfájdalmasabb máig számunkra, szétdarabolták a nemzetet megkérdezésünk nélkül, komoly nemzettestek kerültek Magyarország közigazgatási határain kívülre. Én, mint felvidéki magyar ember, fájdalommal tekintek erre a folyamatra, ugyanakkor nagyon nagy elismeréssel nézek fel azokra a személyiségekre, akik a 20. század 20-as éveiben Magyarországon is és a leszakított részeken is megpróbáltak új életet teremteni az ott élő magyar közösségek számára. Eszterházy szerepe ebben kiemelkedő. A felvidéken írók, költők, politikusok, gazdasági szervező emberek próbálták a felvidéki magyarságot úgy összeszervezni, hogy egy életképes közösség alakuljon ki belőlük, és ez lényegében 1936-37-re meg is történt, minden elismerésünk az ő tevékenységük irányába kell, hogy megfogalmazódjon, és én úgy gondolom, hogy az alapkérdés akkor is az volt, hogy az identitásunk megmaradjon. Máig ez a legfontosabb kérdés nem csak a felvidéki, de az erdélyi, a kárpátaljai, a délvidéki és az egyéb leszakított kisebbségek számára is. Nagy küzdelem volt az elmúlt évszázad során, nagy küzdelem ez ma is, és úgy gondolom, a kulcskérdés akkor is az, ami lényegében talán 1000 éve meghatározza a Kárpát-medencei magyar létünket, ez pedig az identitás kérdése. Az, hogy mi magyarok egy viharos helyére jöttünk be Európának, a Kárpát-medencébe, nagyhatalmi és kulturális érdekek ütköző helyére, úgy gondolom, hogy helytáltunk a történelem során, nagyban gazdagítottuk az európai civilizációt, a világ civilizációját, művészetét. Úgy gondolom, hogy büszkék lehetünk arra, ami az elmúlt 1000 évben ezen a téren kitermelődött, illetőleg megfogalmazódott, és büszkék lehetünk arra az időszakra is a két világháború között, ami a felvidéken ennek a folyamatnak a részeként lejátszódott, megfogalmazódtak olyan értékek, erkölcsi, szellemi, kulturális értékek, politikai értékek is, amelyek megtartották ezt a közösséget, amelyek gerincet és erőt adtak neki, és végül is az üzenet ma is ugyanaz, mint volt 100 évvel ezelőtt, vagy 1000 évvel ezelőtt, így is Gyuránk szép mondata, magyar az, aki vállalja. És én azért jöttem el Pozsonyból ebben a műsorban is elmondani, hogy mi a felvidéken is vállaljuk. A felvidéki magyarság jobb része, erkölcsösebb része,
több mint 100 év után is megfogalmazza önmagának és üzeni a többi nemzettestvérének, illetőleg az világ összes népének is, hogy mi magyarként akarunk megmaradni, magyarként tudjuk elképzelni az életünket a modern világban, a 21. században is, a 21. század ezer bajtól szenvedő Európájában, és ebben az elképzelés halmazban, ebben a terv megvalósítási folyamatban bizony támaszkodunk azokra, akik erkölcsileg is, és politikailag is, emberileg is, és intellektuálisan is példát adtak nekünk. Ezért fontos számunkra Esterházy, ezért van a Felvidéken, annak ellenére, hogy a csehszlovák hatalom, vagy a szlovák hatalom nem akarja őt még rehabilitálni, mert félnek ettől a lépéstől, több mint 42 emlékhelye, és ezt szeretnénk továbbvinni. Köszönjük szépen, Esterházy János, köszönjük az üzenetet, köszönjük a helytállást, és köszönjük azt, hogy lehetsz nekünk most is hivatkozási alap.